Lassan megkezdődik a szezon az FSC szakosztályai számára. Köszöntöm a stúdióban Pásztor Gergő ügyvezetőt. Hogyan zárták az elmúlt évet, és milyen szakosztályai vannak a sportklubnak? Tisztelettel köszöntök mindenkit. Hát a tavalyi évben ugye volt a labdarúgókkal kezdeném, ugye ők érték el a leghangosabb sikert, úgyhogy 32 év után visszajutottak az NB3-ba. Úgyhogy ők mindenféleképpen hozták az elvárt céljukat, és sikerült is ugye egy NB3-os indulási jogot megszerezniük az osztályzó után, illetve náluk az utánpótlásban is az ifjúsági csapat is dobogóra ért, illetve a többi korosztály szépen szerepelt. Én úgy gondolom, hogy az általuk vázolt célokat elérték, és az is egy fontos cél volt, hogy az utánpótlásban a gyereklétszámot növeljék, aminek eleget tudtak tenni, tehát most már egészen a U8, U9, U10-es korosztályig rendelkeznek csapattal, ami úgy gondolom, hogy a focinak egy biztos jövőt ad az utánpótlás szempontjából. Hát a következő szakosztály, akit megemlítenék, ugye az a kézilabda szakosztály. A legnagyobb szakosztályunk, a legnagyobb létszámmal rendelkező szakosztályunk. Hát nálunk ugye az MB2-es felnőtt indulás volt a cél, és ugye mondhatjuk azt, hogy a helyezésekben az első 6 helyet tűztük ki mind a két csapat számára. Ugye új lebonyolítási rendszerünk volt a rájátszásos felbontásban, ugye az első 8, bocsánat, úgy volt, hogy ugye 8 csapatos lett a bajnokságunk, és ugye az első 4 az felsőháziba, a következő 4 alsóháziba. Hát ugye a lányok is, meg a férfiak is pont gólarányjal maradtak le a felsőházi rájátszástól, és ugye az alsóházban jól szerepeltek a csapatok, ott a 6.-7. helyen végeztünk, tehát ott is azon múlott szinte, hogy a gólarányok hogyan alakultak a csapatoknál. Nyilván itt már nem volt akkora motiváció a játékosokban, hiszen egy alsóházban azért az ellenfelek nem az a szint volt, mint amihez az évek során hozzászoktunk, de én úgy gondolom, hogy a lányok esetében mindenféleképpen jó dolog volt, hogy úgymond nem szerepeltek olyan jól, hiszen több olyan játékosnak lehetőséget adhattak, akik fiatalok, ők éltek is ezzel, és úgy gondolom, hogy ez hosszú távon egy stabil csapatot tud építeni ezáltal az edzőjük. Illetve a lányoknál a ifjúsági csapat megnyerte a harmadosztály küzdelmét, úgyhogy idén már a másodosztályban folytathatja. És a serdülő korosztályban is két csapatot tudtunk indítani, tehát ez mindenféleképpen jó dolog volt, ahhoz, hogy meg tudják magukat méretni a fiatalabbak is, elindultak egy magasabb korosztályban, illetve a másik csapat is le tudta mérni, hogy hol tart. Hát ott nem sikerült megnyerni a bajnokságot, de úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy jó alap volt a későbbiekhez. Ugye a férfiaknál az ifi csapatunk harmadik lett a bajnokságban, akik szinte nem sokkal, ők is pár góllal maradtak el, illetve ott az egyik csapat kiemelkedett, de a dobogó így is be lett biztosítva, illetve a serdülőknél is az egymás elleni eredményen múlott, hogy nem nyerték meg a fiúk a bajnokságot. Visszatekintve azt mondom, hogy minden korosztályban, ahol elindultunk, így magasabb szinten a dobogós eredmények azok nagyon jók, és az alatta lévő korosztályokban is fejlődnek a játékosok. Nyilván itt azért a fiú vonalon volt egy Covid után egy olyan időszak, amikor korosztályok estek ki, és ezért is lesz egy kicsit a következő évad nehezebb, mert a ifi csapat indulása is éppen hogy sikerülni fog, illetve ott serdülő csapatot most nem is tudunk indítani, mert pont abban a korosztályban nincs játékosunk. Úgyhogy mindenféleképpen azon fogunk dolgozni, hogy az alsóbb korosztályokat megerősítsük. Ugye sajnos most az MKS olyan szabályokat vezetett be nálunk, ahol egy játékos egy korosztályban játszhat, ezáltal is a csapatok létszámát így csökkentenünk kell. Tehát akkor nem egy fiatal tehetséges játékos nem mondjuk U17-ben játszik, ő nem játszott az U19-es csapatban. Pont azok a korosztályok kivételek, a serdülő és ifi, de az alsó korosztályok, ahol ez sokkal jobban látszik, hogy egy gyerek mennyire tehetséges, és ki tudnánk próbálni magasabb korosztályban, azt nekünk évelején el kellene dönteni a szakosztálynak is, meg az edzőknek is, hogy melyik korosztályban indítjuk el a csapatot. És ugye nyilván nehezebb azt meghozni, azt a döntést, hogy fiatalabb korosztállyal magasabb évfolyamba vágjunk bele.
Viszont egy-két játékos esetében ez azért rossz, mert nem mehet följebb, hogyha bele is férne, hogy magát kipróbálja, vagy a fejlődését elősegíteni. Úgyhogy ez szerintem így a kisebb csapatoknak óriási hátrány lesz a közeljövő bajnokságokban. És mindenféleképpen meg kell még azt is említeni, hogy az alsóbb korosztályokban sem lesz hivatalosan szervezett MKSZ-es bajnokság vagy tornák, hanem ezt majd a csapatoknak kell saját költségből megoldaniuk, hogy ők mennyi tornát tudnak szervezni a gyerekeiknek. És nyilván ez azért egy kicsit hátrányosan érintheti a kézilabdát a közeljövőben, én úgy gondolom többi csapatsportokhoz képest, hiszen nagyon nehéz motiválni úgy egy fiatal gyereket, aki mondjuk hozzáfog a kézilabdához, edz sokat, és egyszerűen nincs megmérettetés számukra, ahol normálisan szervezett keretek között meg tudják magukat méretni, így lehet, hogy másik sportek felé fog fordulni. Tehát a Füzesabony ebből szempontból jó helyen van, hiszen mindenhez közel van, tehát ide azt hiszem könnyebb lesz tornákat szervezni. Szervezésben jó, viszont ugye az anyagi részét ezt mindig a csapatoknak kell előteremteni. Illetve tehát akkor már az MKSZ erősen a pénzt. Nem, tehát úgy nyilván ugye TAU támogatást azt kapunk, pályázunk, tehát azzal nincs probléma, viszont ugye ezek a költségek nem így voltak betervezve, hogy ezeket a tornákat majd saját erőből kell, illetve ugyanez vice versa is, hiszen ugye az, hogy mindig ugyanazokkal a csapatokkal fogunk javarészt játszani, mert azért nehezebb így sorsolást vagy más csapatot arra késztetni, hogy ő is utazzon, vagy mi is utazzunk, tehát ugye ezek egyre jobban terhelni fogják, én úgy gondolom, a csapatokat. És hát nyilván most egy kicsit szemléletet kell váltani az edzőknél is, meg a többieknél is, hogy hogyan lehet azt a gyerekeknek megadni, hogy mindenféleképpen a kézilabda mellett döntsenek. Ez a kézilabda szempontjából nyilván azt mondom, hogy az, hogy közel vagyunk mindenkihez, az pedig a későbbiekben jelent nekünk úgy gondot, hogy mi nálunk a tehetséges játékosok mindig elviszik másik csapatokban. Tehát akkor itt fiatal... Egernek nagy az elszívó ereje. Hát a férfi vonalon Eger, vagy férfi női vonalon úgy gondolom Egernek is, de most például a Hajdúnánás is viszel játékosokat. Tehát mi soha nem azt mondjuk, hogy ne menjenek a játékosok, csak vannak olyan hibák ezzel, hogy ugye csapatok szűnnek meg, hogy annyi játékos elmegy tőlünk, hogy abban a korosztályban nem tudunk mi is csapatot indítani. De egy ilyen, amikor elvisznek egy ilyen fiatal tehetséget, valamit a klub... Egy nevelési költséget kapunk. Ami lényegében, ha most úgy nézzük, ez egy játékosnak szerintem a neveltetéséből egy fél évet talán, ha költségszinten nézem, egy fél évet fedezned. Ha akadémia vinni el ezeket a játékosokat, ott beszélhetnénk nagyobb összegekről, de az ritka, hogy tőlünk rögtön akadémiára menjenek a játékosok, az akadémiák is beépítenek úgymond kiskapukat, tehát ugyanolyan minimális nevelési költségeket kapunk. Ezek a részek nincsenek normálisan jogilag letisztázva vagy levédve, és hát ugye nyilván ezek a kisebb nevelőegyesületeknek azért nehezebb dolga van a mai gazdasági viszonyok között is, úgy gondolom. Ez folyamatos, ez a játék, vagy tehetség, úgymond elszívása az FSC-től? Tehát mindig vannak olyan korosztályok, az elmúlt 20 évben mindig volt úgy, hogy 4-5 játékos elment egy csapathoz, illetve mindig van olyan, hogy 2-3 játékos kiesik egy keretből, és azért látni kell, hogy itt a Covid után, hogy ott nem voltak edzések, nem voltak mérkőzések, akkor sok fiatal nem jött már vissza kézilabdázni, de ez focira minden sportra elmondható, ugye ez egy általános dolog volt. És nem úgy álltunk föl minden korosztályban, hogy 16-18 emberre, hogyha kettő kiesik, akkor még van játékos, hanem általában 12-13 fősek ezek a csapatok, és ugye nyilván a minimum létszám a 10, azért azzal egy szezonnak nekivágni elég nehéz, de próbálkozunk. Tehát azt mondom, hogy csak erre akartam felhívni a figyelmet, hogy azért szemléletváltás szükséges, nem is mindig az eredményesség számít, inkább az, hogy versenyeztetni tudjunk, fejleszteni a gyerekeket. És ez mindig is így volt, csak eddig minden korosztályban nagyon jó eredményekkel párosult ez a fejlesztés meg az edzés. Az infrastruktúra, a sportcsarnok véglegesen lezárult ez a felújítás? Hál' Istennek véglegesen lezárult, tehát visszakaptuk úgymond a sportcsarnokot. Az év az nagyon megterhelte az egész FSZ-s költségvetésünket, hiszen ott kiesett egy évünk, és 10 millió fölötti pénzt költöttünk más csarnokok albérletére. Ugye, amit
hál' Istennek meg tudtunk oldani, de azért rányomta a bélyegét a következő idényekre, hogy ez a pénz azért hiányzott nekünk. Illetve az is hiányzott, ugye hazai környezetben játsszuk a meccseket, de most már úgy gondolom, hogy ebben a szezonban ezzel nem volt probléma, és úgy gondolom, hogy a nézők nagyon örülnek, mert mindig utánpótlás meccsektől felnőtt meccsekig. Én úgy gondolom, hogy egy 8000-es városhoz képest elég jó a nézőszámunk, meg elég jó az, hogy az utánpótlás meccseken is azért a szülők, meg az érdeklődők képviseltetik magukat. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen tekintetben ez egy végszer doboz lehet a kézilabda csarnok, meg nem az van, mint más helyeken, hogy konganak az ürességtől, meg kevés az érdeklődő, itt azért ez hál' Istennek nekünk jó. Az asztali tenisz szakosztály, igen, ők erre vannak, hiszen sokáig ilyen kicsit hazátlanok voltak. Hát ők is úgy voltak, hogy ugye a bázis a csarnokuk volt, de szerencsére ők még a gimnáziumban ugye tudnak edzeni, és nyilván így a terembeosztottságból, meg a többiből azért most már ők is hazai környezetben tudnak készülni, ugye ők is a megyei bajnokságban szerepelnek, utánpótlásra próbálnak ők is nagy hangsúlyt fektetni, a játékosok, a diák olimpián is képviseltették magukat, szóval én úgy gondolom, hogy aki abba találja meg a keftelését az asztali teniszbe, az is nagyon jó irányban van nálunk, és úgy gondolom, hogy ők is mint saját dolgaikat háttérbe tudják szorítani a sporthoz, ugye ott is sokan dolgoznak, de hétvégéken azért mindenhova tisztességgel elutaznak, ugye a bajnokságot is, amelyik szinten meg tudják nyerni, de ott is nekik is fölfelé lépés, ez azért itt is az anyagi részek azért korlátozva vannak. És még van két kisebb szakosztály, igen, a karate és az atlétika. A karate és az atlétika, ugye a karatésoknál ott az edzők nagyon jól felkészítették a versenyzőket, láthatjuk azért ők is legtöbb versenyről éremmel térnek haza, vagy megnyerik a bajnokságukat. Ugye náluk azért elég sok verseny van, itt a versenyre való felkészülés, mint egyéni sport, ugye az nyilván egy fontos dolog. Nem mellesleg náluk is ugye itt a anyagi része inkább az utazásokból, ugye náluk azért nemzetközi viadalok is vannak, ahol tudják magukat képviseltetni. Annak az előteremtéséhez kell nyilván mindig szponzorokat találni, illetve amit lehet ugye a közös költségből, az FSC költségvetéséből, az biztosítva van számukra. Én úgy gondolom, hogy ezek a hagyományos szakosztályok azért mindig megtalálják maguknak azt a lehetőséget, hogy azért füzesabont jó színben képviseljék, meg jól tüntessék föl. És nyilván tehát azt mondom, hogy lehetne több olyan dologban összefogni, vagy így a szakosztályokat összegyúrni, ami így a kihasználtságot illeti, de ugye azért ne felejtsük el, hogy a csarnok is egy általános iskolánál időt biztosít ugye a testnevelés órákra, és csak utána tudnak bemenni a kézilabda, pingpong, akik ugye oda tartoznak, és ugye ezt is nehéz beosztani, mert azért még a kézilabdában igaz, hogy kevesebb csapat lett, de még mindig elég sok korosztályban tudjuk magunkat képviseltetni. Ebben segítség az is, hogy a kisebbekkel a Széchenyi általában katolikus iskolában azért tudunk edzeni. És a karatésuk ők hol edzenek? Ők a Zrínyi úton. Igen, a Zrínyi úton edzenek. Tehát azért mondom, hogy nyilván így ezeket a helyeket maximálisan ki tudjuk használni, ebbe segítségre mondja az önkormányzat, hogy ezeket a helyeket tudja biztosítani, illetve hát nyilván szabadtéri edzésekkel, akkor van kondicionáló terem, amit még ugye lehet használni a csapatsportoknál, focistáknak, kézilabdásoknak, ugye be is van építve az edzéstervükbe, hogy konditerembe járjanak, vagy járhatnak ki egyénileg ki szervezett keretek között. Ugye még akiről nem beszéltünk, a futószakosztályunk, az jelenleg egy személyes, aki a város a nevét viszi, de ő is próbálja már azért szélesíteni az érdeklődési kört, hogy minél többen mozogjanak, és úgy látom, hogy a sportolók közül, ahogy így látom a közösségi oldalakon, azért teszik föl, akik így mozognak, vagy valami kihívásokban részt vesznek a futás. Ettől nagyon szép eredményeket ért el. Hát persze, ő nála pedig vannak ezek a úgymond magának állított rekordok, én úgy gondolom, amiket ő mindig, hogy minden nap bizonyos kilométert lefusson, akkor ugye részt vesz különböző versenyeken, jótékonysági versenyeken, tehát ő úgy gondolom, hogy ő maximálisan
kihasználja azt a lehetőséget, ami neki a rendelkezésére áll. Hát nyilván amiben tudunk, segítünk neki, de úgy gondolom, hogy ő is, mint egyéni sportoló, a legtöbbet a felkészüléssel adózik a sportnak, utána nyilván a versenyeket a nevezésben, vagy az utaztatásban, hogyha kell, akkor... Szerintem személyes példaként is. Igen. Itt a helyi közösségben. Igen. Igen. Nagyon erős, hogy én egyre több embert látok, hogy fut. Igen, tehát azért mondom, hogy az biztosan, csak ugye ezt mi nem tudjuk, mint FSC lemérni, hogy ez most a Sanyi hatására történik, vagy valaki úgy gondolta, de én úgy gondolom, hogy amiatt, hogy azért itt a közösségi médiában a Füzesabon csoportot, vagy a többi csoportot nézve, azért látom, hogy ha ő feltesz valamit, azért a többiek is oda teszik a maguk mozgás mennyiségét, bármilyen mozgásról legyen szó, az már elég jó, hogyha az emberek így gondolják, hogy mozognak. És ugye nyilván szerintem ez a népszerűsítést nem tudjuk konkrétan mérni, de azért úgy gondolom, hogy amióta ő megjelent így, azért nagyon szép eredmények születnek az ő részéről is, megmondom, egyre több embert látok, hogy ő is a médiában fölteszi az ő dolgait. Milyen szezonra számít a klubnak? Én úgy gondolom, hogy 2024-25-ben. Hát én úgy gondolom, hogy a legnehezebb dolguk most azért így a focistáknak lesz a bennmaradás szempontjából, mert elég kaotikusra sikerült, úgy látom, itt a sorsolás is ugye múlt héten lett meg, hogy milyen csapatokkal hát tudnak. Hát három, az első három fordulóban jelenleg is. Jelenleg persze, de úgy gondolom, hogy akkor a csoportbeosztást mondva, hogy most arra alakult ki, ami már jóval hamarabb meg szokott lenni. És úgy gondolom, hogy nekik azért nehéz dolguk lesz, de én bízok abban, meg úgy gondolom, hogy azért újonc csapatként tudnak meglepetéseket okozni, és hogy azért egy olyan gárdáról beszélünk, aki elég magabiztos volt itt a második fél évben a bajnokságban, tehát azért minden mérkőzésüket megnyerték. Úgy gondolom, hogy azért ez erőt adhat nekik. Az utánpótlásban, a fociban, ha ugyanezen az úton mennek tovább, akkor úgy gondolom, hogy ugyanúgy a dobogó közeliek lesznek a utánpótlás csapatok, azért ott is még elég sok korábban fiatalabb játékos játszott magasabb osztályban, de nyilván ott is azért majd attól fog függeni, hogy milyen csapatok ellen kell játszaniuk. A kézilabdát említve, hát itt még nálunk most zárul le hétfőn a nevezés, nem tudjuk megmondani, hogy a csoportok hogyan lesznek kialakítva. Azért ugyanez a rendszer lesz? Ugyanez a 8 csapatos, alsó-felsőházas, rájátszásos rendszer lesz. Én úgy gondolom, hogy a keretek hasonló erősségűek, mint a tavalyi évben voltak. Nyilván nüanszokon múlott a felsőház. Ugye a felsőházban annyival nyugodtabb az ember, hogy már ott a bennmaradása fixen megvan, hogyha a felsőházba jut be. Mi ezt a célt szeretnénk majd kitűzni a csapatoknak, de még ugye a felkészülés náluk nem kezdődött meg. Az utánpótlás csapatoknál ugye egy kis átalakulás van, ugye, mint ahogy mondtam, hogy most játékosok is távoztak az utánpótlásból. Nyilván itt a célokat át kell majd értékelni, de úgy gondolom, hogy a utánpótlásban a legfőbb cél az, hogy versenyeztetve legyenek a játékosok. Ott a fejtörés az meg lesz az edzőknek, hogy a lejjebb korosztályokba hol indítsuk a játékosainkat, ahol ugye átfedés volt, vagy kevesebb volt a létszám, de följátszhattak játékosok, ott ki kell találni, hogy hogyan tudjuk megőrizni azt, hogy minden gyerek valamilyen korosztályban tudjon mozogni. Mert sajnos ilyen kisebb csapatoknál ez a probléma, hogyha nem játszhat át egy játékos, nem tudom a kellő létszámot produkálni, akkor nem tudok elindulni abban a korosztályban. A szakmai stáb az marad? Szakmai stábunk marad, nyilván még az edzőknek keressük úgy a helyeket, hogy ki melyik korosztályt viszi, de hát ugye ez folyamatos egyeztetés alatt van. Tamás, mint technikai, vagy mint szakmai igazgató az edzők, illetve utánpótlás résznél azért ő vele már egyeztettünk, de még nincs meg a végleges, hogy akkor ki milyen csapatot vigyen, illetve mondom, még a nevezések most csak a felnőttől a serdülő korosztályig fognak bemenni, mert a többieknek későbbi határidővel van kiírva. Meg azért nálunk is látni kell, hogy például a felnőtt férfi korosztály, vagy a csapatnál azért a tavaly évben két csapat is megszűnt. És ugye itt is még szerintem az, hogy melyik csoportba leszünk, az meghatározó lesz a későbbi rájátszás tekintetében. De úgy gondolom, hogy felnőtt csapatoknak az a cél, hogy a felsőházba szerepeljenek, az adva lesz, meg fogják tudni csinálni. És hát bízunk abban, hogy itt a lentebbi korosztályoknak azért kézilabdába tudunk
mérkőzéseket vagy tornákat szervezni, ha nincs is rendes bajnoki rendszer, vagy nem lesz bajnoki rendszer. Hát én úgy gondolom, hogy az asztali teniszezőknél folytatódik ez, hogy a megyei bajnokságban szépen helyt fognak állni. Nem tudom, hogy mennyi a létszámuk, hogy esetleg, mert volt már olyan év, hogy két csapatuk volt, már olyan sokan voltak, hogy megosztották ezeket a feladatokat. Illetve hát a karatésoknak gondolom adva vannak a kiírások, hogy mikor milyen versenyre kell készülni. És hát Sanyinál pedig úgy gondolom a futó résznél ott is megvan az, hogy mik azok a célok, amiket el szeretne érni. Én a szezonban annak örülnék, hogyha egy kicsit úgy nyugodtabb szezonunk lenne, mint a tavalyi évben. Tehát így a csapatoknál rendeződnének úgymond ezek a dolgok, hogy ki melyik csapatban hol játszik, illetve az, hogy így azokat a célokat tartsuk, vagy be tudjuk tartani, amiket kitűzünk magunknak. Én, anyagilag hogy állnak? Hát az anyagi kérdés, én úgy gondolom, hogy a labdarúgásnál ez teljes mértékben rendben van. Ugye nálunk a kézilabdánál mi mindig a TAO-hoz vagyunk hozzá, tehát a legnagyobb bevételünk a TAO forrása, ugye, ami utánpótlás. De a labdarúgás is. A labdarúgásban is van utánpótlásban TAO forrás, tehát én úgy gondolom, hogy itt a focinál a legnagyobb költség ugye a felnőtt csapatoknál van, mert azért már az NB3 ez teljesen más megvilágításba teszi, de akár csak a rendezési feltételeket mondom, akár csak a pálya biztonsági előírásokat mondom, azért ott náluk ez biztos, hogy plusz költségként fog felmerülni. Utánpótlásra, a versenyeztetésbe, felszerelésre a TAO forrás az adott. És ez úgy gondolom, hogy az szerintem megfelelően is tudja majd elkölteni a klub. Nyilván ott is az utazás az, ami most ugye egyre nagyobb szerepet ölt, mint költséghely, mert ugye azért egyre drágább az utazás, főleg a buszos utaztatás. És hát nem közeli helyekre, igen. Például Cigándak, mi igen. Ott van fent Borsod megyében, vagy éppen Putnok, azok nem. Persze, tehát náluk én úgy gondolom, hogy utánpótlás vonalon is, amíg megyei bajnokságban vannak a csapatok, azért azt a saját buszok, illetve plusz buszok használatával meg tudjuk oldani. Ugye szerencsére azért rendelkezik a szakosztály 4 kis busszal, ugye a labdarúgó szakosztálynak is van egy, a kézlabdának is van 3 busz, amit tudunk az utánpótlás csapatok utaztatására nyilván használni, de emellett azért külső vállalkozókat is be kell vonnunk, főleg most a focinál, én úgy gondolom. A kézilabdánál ugye a TAO pénz a legnagyobb bevételi forrás. Ez nyilván, minden évben egy kicsit izgalmas, hogy mennyit igen, sikerül lehívni. Igen, ez mennyire a, hogy sikerül leírni, mennyit engednek föltölteni, szóval ez ugye mindig így egy adott állapotot teremtelő. Azért nálunk itt a kézilabdában elég szigorú az elszámolás, tehát mindig még 7 évvel ezelőtti elszámolásokat, hiánypótlásokat csinálunk éppen most is. Szóval azért ezt látni kell, hogy ez a pénznek a felhasználását nagyon megszigorították. Tehát akkor ezt nem lehet bármire költeni. Nem, tehát itt szigorúan utánpótlás edzőkre, utánpótlással kapcsolatos étkeztetés, utazás, edzőtáborokra, illetve felszerelésekre lehet ezeket költeni. Nyilván tárgyi eszközberuházásokban nyertük a buszokat is, ott azért 50%-os önerőkkel rendelkezni kell, tehát ugye valamennyit fejlesztésre is tudunk, hogyha van rá lehetőség, úgyhogy azokat, amit pályázat adta lehetőség, megpróbálunk, de nyilván sokkal nagyobb lenne a mozgásterünk, felnőtt vonalon is biztosabb lenne a háttér, hogyha sikerülne szponzorokat még beállítani a kézilabda mellé. Hát a labdarúgásnál van egy névadó szponzor, az Erős Kft. Robert keresztül, ők azért ezt megoldották. Nálunk nyilván azért itt a felnőtt csapat mellé dolgozunk rajta, próbálunk szponzorokat behozni, de én úgy gondolom, hogy a kézilabdában az NB2 az a szint, amit most a város, illetve így az egyesület el tud érni, magasabb szintről sajnos nem álmodhatunk, illetve ott is akkora lenne már a utazási távolság, azért ne felejtsük, hogy a kézilabda NB1B, mint férfi, mint női vonalon országos bajnokság lett, és ott a teljes országot be kell járni. Tehát akkor ott egy liga van. Egy liga van már, 30 fordulóval, tehát az sokkal élesebb, én úgy látom, mint egy NB1-es
bajnokság, sokkal közelebb vannak a csapatok egymáshoz tudásban, és az már profi szemléletet igényel ott is, hiszen péntek esti mérkőzések vannak, vagy olyan utazások, ahol már előző nap szinte el kell indulni, mert azért egy Békéstől Győrig tartó, vagy akár említhetjük a Pápát, vagy lent a Pécs, stb. Tehát, hogy óriási lenne az utazási költség, és ugye nekünk ez nem, tehát anyagilag nem tudnánk, illetve utánpótlásban is azért fejlesztenünk kéne, infrastruktúrán is fejleszteni kéne már NB1-bére, tehát én úgy gondolom, hogy nálunk ez az NB2, így ez egy jó szint, amit még most tudunk finanszírozni, illetve a utánpótláskorúaknak meg egy jó lépcső lehet ahhoz, hogy a felnőtt csapatba följöjjenek, hiszen mindig mondják, hogy az NB2 harmadosztály, viszont itt az NB2-ben volt válogatott játékostól, ifjúsági válogatott játékosig mindenki megfordul, elég sok színű, elég sok rétű, úgy mondom itt a szakmai munka is, hogy kelljen, hogy legyen, hiszen többféle csapat van. Hát ugye ezzel a rendszerrel most egy kicsit így az élét elveszik a dolgoknak. Én úgy érzem, hogy ha valaki feljut a felsőházba, de nincs további célja, illetve ugyanez van az alsóházba is, hogyha tudjuk, hogy ki a leggyengébb csapat, akik kiesnek. Isten igazából olyan nagy versenyfutás nem szokott folyni már ezekért a helyekért, mint mondjuk esetleg régebben. Tehát ha valaki nem akar feljutni, de nem is akar kiesni, ott a középen el lehet lubickolni. Igen, el lehet lubickolni. Nyilván lehet, hogy itt úgy gondolom, hogy itt mindig azon fog múlni a csapatoknál, hogy itt a bajnokság első felében mennyire élesek, mert utána már nincs javítási lehetőség most. Tehát itt az első 8 forduló szerintem meghatározza, hogy akkor alsó vagy felsőházba kerülnek, hát nyilván most mondom, mind a két csapatunknál csak a gól arányon múlott, hogy most ki hova, az egymás ellen elért gól arányon múlott, hogy ki hova került a felső vagy az alsóházban. Tehát ez. A jövőre leülünk itt, mivel lenne elégedett a 2024-2025-ös szezonra? Hát így a klubot nézem, azt, hogy legyen meg a megfelelő anyagi háttér, hogy tudjuk a munkát folytatni. Ez a legfontosabb, én úgy gondolom, ebben a változó gazdasági helyzetben, mert azért látjuk, hogy kevesebb a szponzorunk, és nyilván a költségek meg mindenben emelkednek, tehát ugye ezt nekünk is figyelemmel kell kísérni, és úgy kell megterveznünk, illetve megvalósítani a dolgainkat. A szakmai részét nézve pedig az, hogy mindenki, ami célt kitűz maga elé, elérje. Én gondolok itt a focistáknál, hogy a bennmaradásra, gondolok a kézilabda csapatoknál azt, hogy a felsőházba tudjanak versenyezni, gondolok a pingpongosoknál, hogy dobogóra tudjanak állni, ahol elindulnak, a karatésoknál is ugyanez a meglátásom, hogy ők ahol elindulnak, ott a dobogón végezzenek, illetve hát a futó szakosztánál meg az, hogy hát hogyha többen versenyszerűen űznék ezt a sportot, illetve az, hogy a kitűzött céljaikat ők is elérjék, hiszen azért az egy egyénileg fölállított mérce, az mindig, hogyha az ember megugorja, az mindig jó érzéssel tölti el. És azt szeretném még, hogy ugye a szurkolók ugyanúgy lelkesedjenek, mint ahogy eddig lelkesedtek itt a sportért, hiszen azért Füzesobonya méreteihez képest, elhelyezkedéséhez képest, értem itt a nagyobb városok közelségét, magasabb osztályban lévő csapatok közelségét, azért még mindig rengeteg gyereket tud vonzani sportolási lehetőséggel. És nyilván igaz, hogy nevelőegyesület vagyunk, itt mondhatom a focit is, mondhatom a kézilabdában, ez már évek óta így van, de legalább a városnak a híre azért nem csak megyére korlátozódik, hanem azért a nemzeti bajnokságok mindegyikében ott vagyunk, így a magunk osztályához képest, és azért úgy gondolom, hogy ez elismerésre méltó. Hát azt meglátjuk, hogy ebből mi valósul meg, de én mondom, akkor lennék elégedett, hogyha a kitűzött célokat elérnénk. Köszönöm, hogy eljött a stúdióba, és hajrá Füzesobonya! Hajrá Füzesobonya!